Igaz a hír, igen, köszi szépen. Janklovics Péter vagyok, több mint 10 éve színészként dolgozom, bár hozzáértők szerint 8-at simán letagadhatnék. És hát az volt, hogy több interjúban elmondtam, hogy nagyon félek ettől a ma esti fellépéstől, ami igaz is, és azzal vigasztaltak a kollégák az öltözőbe, hogy ne féljek, nem baj, ha szar vagyok, a közönség nagyon jó. Úgyhogy hát így nem tudom, hogy kiolvasott már olyan színház kritikát, hogy a színészek szarok voltak, jelmezek borzasztóak voltak, de a közönség az azért mégiscsak. Úgyhogy ennek így bizonyságot téve, hát így ki is próbálnám, meg rockstar most már nem leszek soha, és ezt régi vágyam, hogy hó! Öcsém, és tényleg jók vagytok. Tapsod magatoknak. Nagyon nagyok vagytok, komolyan. De egyébként elárulom, hogy nekem az a hitvallásom, hogy rossz közönség nincs. Így gondoltam ezt egészen tavaly karácsonyig, amikor is egy nagyon kedves barátom, azóta nem beszélek vele, leszervezett nekem egy fellépést, hát nem mondom, hogy hova, mert könnyen beazonosítható lenne. Budapestnek egy nagyon durva lakótelepére, egy még durvább szórakozó helyre, ahol is hát ilyen hát vállalkozói szférából voltak ott sokan. Fiúk 100 kilótól indultak fölfelé, nagyon izmosak voltak, nagyon kopaszok, és így hát nem volt nyakuk, így mozogta. Gyuri, figyelj! Tehát testből tudott csak megfordulni, és minden második, harmadik fiúm volt ilyen könyökből indított, szolid, nonfiguratív tetoválás, ami így lazán fölkúszott így vállon keresztül, nyakszírten túl még. Lányok tele voltak szilikonnal, jutott mellbe, szájba. Szilikonról beszéltem. És hát így megérkeztünk, és már így fura volt nekem, így kérdeztem a haveromat már a kocsiba, mondom, figyelj, de lesznek emberek? Lesznek, mert előszilveszteri buli van. Hát ez úgy nézett ki, hogy így beléptem a helyre, és az a látvány fogadott, hogy egy olyan 100-120 ember merev részegen őrjöngve táncol a gépzongoristára, aki éppen ott tart, hogy aranyeső a szép kis ázra, aranyeső a családomra, jó, jó, meghaló. Karanyek! Köszönöm. Ez a látvány fogadott, tehát így ezt megláttam, mondtam a haveromnak, mondom, jó, itt biztos, hogy nem lépek fel, mondom, itt ez annyira jól érzik magukat. Tehát így egy dolog volt közös bennük, az a véralkohol szint, ami nagyon magasan volt, és mondom a haveromnak, mondom, figyelj, annyira jól érzik magukat, én itt véget vetek a zenének, és elkezdek ilyen vicces kis történeteket mesélni, hát az a minimum, hogy letépik a fejem, de lehet, hogy még bele is szarnak a nyakamba búcsúzóul. Tehát mondom, ezt biztos, hogy nem. Mondta, hogy nem, tulajjal le van beszélve. Mondom, leszarom ki a tulaj. Ott az a nagy darab, mondom, jó, le van beszélve. Itt leszek, nyomom, csinálom. Csak hát nem tudtam még, hogy. És hát így nem tudom, így álltam, mondom, ez nagyon nem jó. Haveromat közben megtalálta Ricsi bácsi, aki állítólag valami régi ismerőse. Hát Ricsi bácsi ilyen meghatározhatatlan korú alkoholistát képzeljünk el, aki azonnal a haverom nyakába ugrott, és elkezdett vele beszélgetni, mondta neki, hogy kulturáltan így arrébb álltam, mondom, megvárom, míg befejezik. És így abban a pillanatban, így a táncparketről, ott pörgettek egy ilyen takonyrészek kislányt, és valószínűleg a centrifugális erő hatására így kicsapódott, és így lekaszált a Ricsi bácsi lábát, és így segre esett pont előttem. És mondom, mondom, megütötted magad, vagy segítsek, vagy nem tudom. De a fiú, aki pörgette, az nem engedte el a kezét, úgyhogy azzal a lendülettel rántotta vissza táncolni, és nyomták, hogy who hits to? Mondom, jó, akkor semmi probléma. Hát probléma az azért volt, mert pehemre Ricsi bácsi addigra apercipiálta, hogy valami történt a lábával, és hátranézett, sajnos én álltam mögötte egyedül. És így akkor értettem meg az első szavakat, hogy mit mond, azt mondta, hogy te rugdosol hátulról, köcsög! Mondom, nem, Ricsi bácsi, az életemre megesküsző. Nem a f***embe! Visszafordult. Erről egyébként elnézést kérek mindenkitől, főleg itt az első sorokban, mert nagyon kiszárad a szám, mikor izgulok, és nem hoztam be vizet, úgyhogy így nyálazni fogom így végig. Nem, mert ez még mindig jobb, mert volt olyan felvételin is, hogy így elkezdtem beszélni, és egy idő után ez így felragadt ide.
Nem, tehát amúgy sem vagyok szép zárfán, de egy anyám nem érti, mit mondok, érted? És... rövid szünet után folytatom. Nem, itt vagyok. Ricsi bácsi, ról eszembe jutott egyébként egy történet. Egy haverommal, hát nem túl szomjasan mentünk át egyik kocsmából a másikba, és ez egy ilyen nagy darab srác volt, és a másik kocsmában, ahova átmentünk, ott ilyen szűk közlekedő rész volt, és ilyen pici asztalok. Tele volt a kocsma, a haveromon viszont egy ilyen nagy, hosszú szövetkabát volt, és ahogy ilyen nagy hévvel ment oda a pulthoz, így lobogott mögötte a kabát, és az összes poharat lesöpörte az összes asztalról, de ő már annyira részeg volt, hogy csak a csörömpölést hallott, és ahelyett, hogy bocsánatot kért volna mindenkitől, így hátranézett, és így ezt bírta mondani. Na mi van? Poharakkal dobáltó, geci. Hát, köszönöm. Eléggé gyorsan kellett onnan is távoznunk, tehát ezt nem írnám körül. Maradjunk annyiba, hogy borzasztó részegségünk ellenére kurva gyorsan futottunk. De vissza a haknihoz, hát így mondtam a haveromnak, mondom, nem vagy normális, azonnal kérjél ki egy vodkát, idegességemre megittam egy vodkát, ezt még további 4 gyors vodka követte, és akkor így az 5. vodka után, hát még mindig ideges voltam, de már elég bátor. És akkor a haverom nagyon profi módon így felkonferált, mondta, hogy hölgyeim és uraim, most pedig következzen a fantasztikus, a megkerülhetetlen, az elképesztő Janklovics Péter! És körülbelül ilyen csönd lett, mint most. És megérkeztem, és akkor hallottam így az első beszólásokat, hogy mi ez ki a faszom? És hát sajnos én voltam. Mindegy, mondom, elkezdem a műsort. Hát egészen odáig jutottam, hogy nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, remélem túléltétek a karácsonyt, és ekkor jöttek az első bekiabálások, hogy figyelj, hallod, pörgessed fel, léci, pörögjél fel, hallod, énekeljél valamit, énekeljél, és ott ezt nyomták 100-an. Jó, mert addig tudok nyálat gyűjteni. Nem tudom, mi van velem. És hát így olyan szépen kértek, hogy nem mertem nemet mondani, hátranéztem a gépzongoristára, mondom, mester, megvan Charlie-tól a jég dupla viszkivel, mert mondom, abban nem tudok hibázni, megvolt neki, hála Istennek, és akkor elnyomtam Charlie hangom, hogy este félé már szűk a szobám, mint a sötét úgy támad rá, és csodák csodája hatott, és őrjöntek, és tapsoltak, mondom, nagyon jó, végre szintre hoztam őket, és gondoltam, hogy elkezdem a műsort, és mondom, és erről jut eszembe, hogy a énekeljé, énekel, és egyre agresszívabban. Úgyhogy nem volt mit tenni, elkezdtem mindent énekelni, hát így a stand-up fellépésemből egy ilyen rögtönzött karaoke show alakult ki. És hát egy idő után már elénekeltem mindent, amit tudtam, és akkor következtek azok a dalok, amiket nem tudtam. De nem zavarta őket, tehát hogyha jól emlékszem, akkor a Porsche szerelem száguldás című számot azt ezzel a szöveggel énekeltem, hogy sisszáptól a rabédet, csára velé, les kanyar után cserélünk, seppőfarból császáptól angyal szemű, csak egyszer élünk, sisszáptól a teszt, csak tesztől fodros hajad a szélben, csisztább csugar a csepp, töppet, táncol kocog a fénybe, SPS. És őrjöntek, imádták, szerették. Úgyhogy mondom, akkor itt ez már fél siker. Annyi volt a baj, hogy megtetszettem sajnos egy lánynak, akinek hát így a derekáig értem, ami így önmagában nem lett volna még túl nagy baj, de kilóba is kb. Így fele annyi voltam, és hát a fejemen nincs annyi haj, mint amennyire szőrös volt az ő alkarja. És ez még csak az alkarja volt, úgyhogy el tudtam képzelni, hogy mi van ott további helyeken. De hát őt nem érdekelte, hogy súlyfölényben volt, így a hóna alá kapott, és onnantól kezdve ilyen duetteket énekeltünk. Mutatom, mi volt így, ilyen mély hangja is volt, és mondta, nothing's gonna change my life for you. One thing you can be sure of. És akkor már nagyon könyörögve néztem a haveromra, hogy mondom, vigyék ki innen, ki. És akkor egy olyan 4-5 duettet elénekeltünk így, és utána egy szükségét érezte, és gondolta, bemutatkozik, mondta, hogy ő Klári, figyeljé, főtörzsőrmester. Mondom, ne csináld már, rendőr vagy. Nem. Mondom, hát,
katona. Mondom, ne basszál már, te vagy a katona, Klári, hát hülye vagy. És sajnos ezt nem kellett volna, mert ez, hát viszonylag ettől nagyon hamar megromlott a kapcsolatunk. Ott így kiszaladtam a haveromhoz, és mondtam neki, mondom, könyörgöm, vigyél el innen élve, mondom, leszarom a pénzt, most már az se érdekel, inkább én fizetek egy jelképes összeget, de mondom, vigyél ki innen élve. És akkor hazamentem, és megfogadtam, hogy oda többet soha. Mondták a szervezők egyébként, hogy pár szót ejtsek a Sziget reklámról. Azért örülök neki, mert ezt a témát még nem unom egyáltalán. Jaj, itt vagyok. Igen, hát most így a reklámról nem tudok mit mondani, hogy azt mik követték, tehát arról azért tényleg beszélnék, hogy ez olyan hisztériát indított el, hogy ahogy közeledett a fesztivál, tehát egyrészt nagyon sok barátom lett, tök hirtelen, tök idegenek hívogattak, hogy szerezzek ingyen napi jegyet, heti jegyet, havi bérletet, édesanyját, és a másik meg, hogy annyi felkérést kaptam ilyen interjúkra, tévétől, rádiótól, újságtól, amit komolyan mondom, Mónika Lewinsky nem kapott fénykorába. Bár mondjuk az is igaz, hogy neki ehhez viszonylag keveset kellett szopnia. Én viszont több mint 10 éve szopok vidéki színházakba, úgyhogy gondoltam, megérdemlem. És hát így az elsők között, akik megkerestek, hát ott volt a Hot magazin. Nagyszerű kérdéseket feltett az újságíró a kedvenc kérdésemet, mondta, hogy mennyi a hasonlóság köztem és az általam megformált figura között a reklámba. Tehát magyarul azt kérdezte, hogy mennyire vagyok én tajparaszt. És mondtam neki, hogy mondom, hát figyelj, körülbelül annyi, mint amennyire Bruce Willis alkoholista rendőr, vagy amennyire Clint Eastwood cowboy, vagy amennyire te újságíró vagy. És köszönöm, egyébként szeretem a tapsot, csak nagyon megzavar engem, tehát elfelejtem, hogy mit akartam. Úgyhogy majd otthon, nem, de tényleg, hát hogyha jó, nem. És gondolkodtam így ezután, hogy adtam ezt az interjút, hogy mondom, van-e ennél még lejjebb? És az élet az bebizonyítja, hogy lejjebb mindig van, mert utána már ment a fesztivál, és meghívott az egyik tévétől, az egyik reggeli műsor, akik onnan jelentkeztek be, hogy ki kéne mennem a Szigetre reggel 7-re. De jó, mondom, kelhetek 5-kor. És valahol lenyilatkoztam, hogy én ezt Lacinak hívom, ezt a karaktert, amit a reklámban nyomtam, és úgy mondták, hogy jó, de figyelj, Laciba kéne jönnöd. Mondom, most a Szigetre vagy Laciba? És mondták, hogy nem, hogy a Szigetre, de hogy Laciba, hogy így cucc, meg haj, meg... Mondom, gyerekek, hát mondom, én nem így nézek ki, hát mondom, a ruha megvan, azt el tudom vinni, de mondom, hozzatok fodrászt, tehát a hajamat csináljátok meg, mert így nem megyek végig az utcán. Ó, oké, fodrászt hozunk. Odaértem a Szigetre, és ott derült ki a helyszínen, hogy nincsen se ilyen smink busz, meg ilyen öltöző busz. Tehát oda a stábautó mellé, oda kikurtak egy ilyen kempingszéket, a koszba, szarba, mocsokba, én meg ott izé nem tudom, hogy ott öltözzek át, és majd a fodrász fiúcska megcsinálja a hajamat. És ezzel annyi volt csak a probléma, hogy mellettünk volt 2 méterre a kacuka sátor, ahol after party volt, de tiszta erőből. És hát nem tudom, hogy ki volt a Szigeten, ki nem, de hát azért el tudja mindenki képzelni, hogy aki reggel 7-kor tiszta erőből bulizik, hogy az hogy néz ki. Tehát 2 embercsoport volt, volt a napszemüveges hátizsákos, akik nyomták a... És az volt a furcsa, hogy bármilyen zene ment, ők ezt nyomták végig. De ilyen fura volt, tehát így röhögtem, mert azt néztem, hogy például az Abbára rá is megy, hogy If you change your mind, take a chance if I'm still turning, take a chance I'm still free, take a chance on me. És így néztem, és órákon keresztül, tehát ezt nyomták végig. Az mondjuk elég bizarr látvány volt, amikor egy ilyen lassú Elvis Presley számra így néztek ki ezek a fiatalok, hogy On a cold and gray Chicago, more than another war, baby child was born in a ghetto. And his mother cries, and a cold lady angry old... Elképesztőek voltam, és így oda mentem egy kicsit közelebb, és látom, hogy gyöngyözik mindegyiknek a homloka, és látom, hogy vegytiszta spidet izzadnak, öcsém. Mondom, hát ez simán újra lehetne hasznosítani. Akkor volt a másik csoport, akik annyira k***ztak előző este, hogy nem vették észre, hogy reggel van, lejárt a karszalag, haza kéne menni. És a második csoportból odajött egy ilyen külföldi fiatalember, tehát nagyon részeg volt, hát nem, lehet, hogy nem oda akart jönni, de mégis odajött hozzánk, ő ilyen keresztlépésekkel közlekedett, akkor így. És odajött ilyen tök fesztelenül, elkezdte kipakolni a fodrásznak a kistáskáját, és ilyen
diadalittasan a magasba emelte a nullásgépet. És fodrászettől sikító görcsöt kapott, és szegény tatár Csilla, aki a riportot csinálta volna velem, a tatár Csillával kezdett el hisztizni, hogy Csillusznek hallott, csináljál valamit, mert én komolyan mondom, már szétmegyek, én ezt idegileg nem bírom, és én haza fogok menni, hallod? És tatár Csilla szegény, köszi, mondom, figyeltem ki tapsót, vigyázzál. És szegény tatár Csilla, hát így nem tudott hova lenni, így odament, így próbálta a srác kezéből kicsavarni a nullásgépet, és kérdezte tőle angolul, hogy ha már itt tartunk, honnan jöttél? És a srác így megfordult, levette az ingét, és azt hittem, hogy valami nagyon durva tetkót fog mutatni, hogy England, vagy nem tudom, vagy Manchester United, de nem, hanem ilyet még életemben nem láttam, kis bicskával bele volt karcolva a hátába, így be volt hegedve, hogy Belgium. És ez már szegény sokat látott tatár Csillának is nagyon sok volt, tehát ez minimum egy vuit trutykó kellett volna, hogy pokoli történetek a szigetről. Úgyhogy mutatom tatár Csilla, hogy volt így, give it back to me, please. Give it back to me, please. By the way, where do you come from? És szegény ott elájult. Megcsináltuk a felvételt, és utána visszaértünk, ott állt teljesen kiakadva a fodrászfiú, így a nullásgéppel, és mondta, hogy figyelj, Csillus, nem bírtam vele, nem tudtam vele mit csinálni, hallod? És néztem, hogy ugyanúgy tántorog a csávó, de most már bele van nyírva a hajába, hogy sziget. Tehát, és mondta, hogy very good, very good. Egyébként nem olyan rég voltam fogorvosnál, hát sarkalatos pont ez az én életemben mindig, ahányszor el kell menni. Ki az, aki fél a fogorvostól, tegye fel a kezét? Én nem merem, de nem azért, mert félek nagyon, csak hogy... De nincs izzadságfolt az ingemen, úgyhogy tényleg ketten vagytok, akik félnek? Vagy itt mindenki nagyon bátor, vagy hazudtok, hallod? Mindegy, hát én gyerekkorom óta rettegek a fogorvostól. Ez egy némiképp változott pár évvel ezelőttig, amikor is egy nagyon jó barátomból fogorvos lett, tehát fogorvossá avanzsált. Azóta tényleg nem rettegek a fogorvostól, azóta ennek halálfélelmem van. Tehát, de gondoltam, hogy mindegy, azért elmegyek hozzá, inkább ő turkáljon a számba, mint valami vadidegen. És akkor elmentem hozzá, biztos, ami biztos, otthon azért bedobtam egy naxot, nem tudom, ki ismeri, ez egy közepesen erős nyugtató, és mindenkinek nagyon tudom ajánlani, aki vezet, csúcsforgalomba érted, dobjál be egy ilyen 0,5-ös naxot, és sem, tök jó, ki vagy simulva, nem idegeskedsz, tehát ugyanúgy dugó van, de leszarod. Tehát mész, bevág eléd valaki, és mosolyogsz, tessék, parancsoljál, gyere be elél. Nyugodtan. Kivád eléd valaki a kis utcából. Jó, ne! Hülye vagy, mit csinálsz? Úgy oldalba váglak, anyád nem ismer rád. Ne csinálj. Leszorít a kamion, nem az vagy. Anyád, mi az anyád? Mi az anyád? Ne! Ne csinálj, hülye vagy. Hova szorítasz? Ki, ne! És tök jó volt, odaértem. Hát addig tartott a szanax hatása, amíg megérkeztem. De hát gondoltam, hogy mégiscsak gyerekkori haverom, hát tök jó leszünk, dumágatunk előtte, oldott lesz a hangulat, nem olyan, mint egy fogorvosi rendelő, de olyan volt, mint egy fogorvosi rendelő, és az első sok az volt, hogy ilyen komoly arccal így kinyitja az ajtót, fehér köpeny, szia Peti, kicsit késtél, gyere, sietnünk kell. Mondom, de nem áll, baszki, hallott, figyelj, mondom, de mondom, mi újság vagy, jól vagyok, üljél le, légy szíves. Mondom, jó, jó, de anyukád, anyám is jól van, üljél már le. Mondom, nem át, ilyen könnyen nem adom magam. Mondom, figyelj, és apám is olyan, Peti, üljél már, leléci. Leültem egyből. Ott voltam lefeküdve, hát mondom, ne, mondom. És figyelj, csajoddal, hogy vagyok? Hogy vagytok? Jól vagyunk, kösz. Már pöckölte le a lidokaint. Már így húzta fel, mondom, igen, de még annyit akartam, hogy... Már adta az érzéstelenítőt, azonnal elzsibbadt az egész szám, de még utolsó erőmmel megpróbálkoztam, hogy figyelj, amíg a hatás megjön, nem szívunk el egy cigit. És mondta, hogy nem. Mondta, hogy ezt nem. Tényleg mondom, figyeltelek, te kezdtél el. Óvatosan a tapsal nagyon. Tényleg megfejelnek. És ott ültem tényleg lezsibbasztva, és azonnal rögtön kiékelte a számat. Minden így. Tehát az volt, hogy elmentem a gyerekkori legjobb barátomhoz, és 5 perc múlva úgy néztem ki, mint egy komplett idióta, így szétfeszítve. Mondom, figyelj, mondom, régen azért jóba voltunk, de hát mondom, rohadják már ki, hogy ezt. És berakta a nyálelszívót, ami hát akkor is be voltam szarva, semmi nyálam nem volt. Tehát tök fölösleges volt, de az izé kell a parasztnak.
A nyál elszívó az úgy működik normál esetben, hogy így, de mivel nem volt nyálam, ezért a nyál elszívó az első pillanatban így rácuppant így a nyelvemre, ott képezett egy ilyen szolid vákuumot, és ott bekussolt. Tehát ez tök fölöslegesen volt, de azért legyen ott. Így ültem. Tényleg nem, mert nagyon sok van még, és nem, sosem megyünk haza. És ott feküdtem, így ki voltam peckelve, de a haverom rendes volt, mindig mondta, hogy mit csinál, nem tudom, mondta, hogy most fúrok, mondom, érzem, most ezt csinálok. Még viccelődni is volt kedve, egy furt, így bocs, meg. Csak vicceltem. Anyáddal. Mondom, ez hülye. És így feküdtem, azt hittem, hogy már vége van mindennek, mondta, hogy jó, most már nem bánt, de még hátra van valami. Elővett egy ilyen ekkora fémdarabot, mondta, hogy hát Peti, sajnos ezt most fel kell tolnom a fogad és az ínyet közé, már itt csak a szememmel látod. De mondta, hogy de ez muszáj. Mondta, hogy kicsit kellemetlen lesz, szorító, feszítő érzést érezhetsz. És ezt így odaillesztette, fogta, és így felkutta 6 centi mélyen. Úgyhogy nem, hogy szorító, feszítő érzésem volt, hanem konkrétan beszartam, behugyoztam. És utána így folytak a könnyeim, de aztán hamar vége lett, így felkeltem, hát mondjuk a pólómat átizzadtam egy ekkora részen ott hátul. Haverom mondta is, hogy legközelebb hozzak váltóruhát, mert ide emberek járnak. És mondta utána, hogy 36 ezer, mert hogy 4 tömés volt. Mondom, ha az embernek ilyen barátai vannak, nincs szüksége ellenségekre. De kiderült, hogy máshol ez 55 lett volna, úgyhogy kifizettem a 36-ot. És mondta a haverom, hogy Peti, nem létezik, hogy ennyire félsz. Mondom, de látod, hogy létezik. És akkor mondta, hogy valószínűleg nekem valami gyerekkori traumából kifolyólag én félek a fogászaton. Hát nem nagyon kellett így ásogatnom a memóriámba, ugyanis 5 éves koromban történt, hogy egy tejfogam olyan szinten bebírt durranni éjjel 3-kor, hogy zokogtam, sírtam, ekkorára bedagadt. De egy tejfogról van szó, tehát se gyökere, se semmi, egy ekkora kis semmi, és sírtam, hogy jaj, anyu, jaj, jaj. Anyám komolyan vette, felöltöztetett, ő is felöltözött, elmentünk a Szentkirályi utcai ügyeletre, tegye fel a kezét, aki volt már a Szentkirályi utcán, senkinek nem ajánlom. Tehát az senkinek, tehát annyit kell tudni, ugye éjszakai ügyelet csak húzás van, rengetegen vannak, és csak ilyen vagy tanulók vannak, akiket csak húzni engednek eleve, mert még a könyvben nem jutottak el odáig, hogy bármi mást is rá lehessen bízni, vagy pedig ilyen nagyon lecsúszott orvosok, és már ők is nagyon fáradtak éjjel 3-kor. Tehát így megérkeztünk, és tömve volt a váróterem, láttam ilyen, hát gyerek voltam, azt láttam, hogy ilyen óriási nagy emberek, komoly arca, nem komoly arca, hanem félelemtől reszketve, így a fájdalommal, vegyes félelem, ekkora bucira bedagadt fejjel, mindenki járkál, furcsa zajok szűrődnek ki a rendelőből, kijött egy nő, és sírva újságolta a férjének, hogy 4 darabba jött ki. Na, ott felállt egy olyan 6-8 ember, azonnal hazament. Nem, mert lehet, hogy nekik már nem fájt annyira. Sajnos mi anyámmal ott maradtunk, bementünk, és egy borzasztó ellenszenves, nagyon paraszt kinézetű doktorbácsi így lehajolt, és így kérdezte, hogy na, melyik fogacska rosszalkodik. Gondoltam magamban, melyik az meg, ami fel van dagadva ekkorára, szakértő. Hát, az, hát de tényleg, hát melyik lenne? Nézte. És így mondja, hogy jól van, nem kell félni. Tudod, mit csinál ezzel a rosszalkodó fogacskával a doktor bácsi? Fogja és jól megkoppintja. És hát így elég fiatal voltam, így 5 évesen is, már akkor is arra gondoltam, hogy anyádat koppintsad meg. Ne az én fogamat, de biztosított felőle, hogy a nővérkék ebben majd segíteni fognak. És úgy segítettek, hogy az egyik lefogta a fejemet, a másik meg mind a két kezemet, hogy ne tudjam szájba k***ni az orvost. Aki így megkoppintás jogcímén fogott egy ilyen kis célszerszámot, és érzéstelenítés minden nélkül így kiverte a tejfogamat. És onnan tudom, hogy nagy lehetett a baj, hogy telitorokból üvöltöttem, visítottam, mint az állat, és azt mondta a végé, hogy nagyon ügyes, nagyon bátor kisfiú voltam, nagyon férfiasan viselkedtem, de ne keljek még fel a székből, mert meg kell várni, hogy vérezzen. Na, ahogy ezt elmondta, elkezdett patakokba ömleni a vér a számból, amit a torony magasan kvalifikált ápoló néni úgy oldott meg, hogy olyan ipari mennyiségű tampont tuszkolt a fogam helyére, amivel komolyan mondom, egy kosárlabda válogatott, női kosárlabda válogatott, egy egész ciklust kihúznak.
De nem úgy én sajnos csak az utcasarokig húztam ki, ahol is ez az ipari mennyiségű tampon így ekkorára dagadta az arcomba, amit hát kiköpni nem tudtam, mert már nagyobb volt, mint a fejem, és levegőt is elég nehezen kaptam. Úgyhogy így elkezdtem így szállankönyvű kihúzni így a véres tampont, és mindjárt abba hagyom, ne tessék tényleg hányni, még ne. És majd, amit ezután, nem. És elkezdtem így kihúzni, és így utólag, ahogy belegondolok, hát úgy nézhettem ki, mint egy ilyen bizarr bűvész, aki így mindenfélét így elővarázsa a szájában. Hajnal 3-4-kor a Szentkirályi sarkán, és hát ezt így elmeséltem a barátomnak, és akkor mind a ketten abban maradtunk, hogy valószínűleg ez lehetett az a trauma, ami miatt én félek a fogorvostól. Köszönöm szépen a figyelmet!